Van egy perce, uram? Jöjjön be, Jack, üljön le. Úgy hallottam, hogy mostanában sokat nézi a Filmszem csatornát. Tudom, mit akar. Tudom, hogy tudja, uram. Még több videót. Ezredes, ezen túl vagyunk. Egyetértek önnel, de parancsot kaptuk. Hát, akkor megszedjük. Ha, nagy szerencse, hogy én vagyok a tábornok. Na, nehogy az. A kígyó szavításában. A csillagkapu programot leállítják. Dr. Daniel Jackson úgy véli, Apophis támadása a Föld ellen bármelyik pillanatban megtörténhet. Így a csékágy a parancsot megszegve elhagyja a bázist. Hát igen. A kapun keresztül odautaznak, ahonnan Daniel szerint a támadás elindul. Lezárták az ajtót, uram! Na ne mondja, jön meg! Eddig a Tauri által ismert egyetlen idegen fegyver a botfegyver volt. Hát ezek mik? Tilk szerint az AT másfajta energiát használ és kevésbé hatékony, mint a bot. Valójában sokkal erősebb és hatékonyabb. Persze azért ez is halálos. Állítólag az első évad folyamán Wrightot és Glessnert megriasztotta a nagyszámú hátrahagyott halott, amikor a földi és a Goa'uld erők összecsaptak egymással. Erre Glessner kitalált egy fegyvert, mely egyetlen lövéssel elkábítja az ellenséget, a másodikkal megöli, a harmadikkal pedig eltünteti. Brad Wright producer később az egyik legnagyobb kreatívbak lövésnek tartotta az AT fegyvert. Ezért a sorozat második felében már egyre kevesebbszer használták. Nagyon helyes. Ez az epizód tartalmaz egy jelenetet, amit kifejezetten a Showtime számára készítettek. Ez egy nagy hatósugarú kommunikációs berendezés. Olyan, mint a televízió, csak sokkal fejlettebb. Az angol verzióban O'Neill azt mondja... Think you get Showtime? Magyarul erre nem tettek utalást. Mozi csatorna van? Most beszéltünk a Kern űrfigyelőkkel. Ez a megfigyelő központ nem létezik. Vagy csak szigorúan titkos. Ugyanúgy indulnak, ahogy a CK1. Ebben az epizódban jelenik meg utoljára Louis Ferretti őrnagy. Bár később a harmadik évad a Sötét ügyek című részében még azért megemlítjük. Íme a fia. Clorel. Alexis Cruz először tért vissza a nyitó epizód, az Istenek gyermekei óta, mint Skara. Cruz elmondta, nagy kihívásnak találta, hogy Skarától ennyire eltérő karaktert személyesítsen meg. Amennyiben a fénysebesség 10-szeresével haladunk, legalább egy évig tart az út a Földre. Ha nagyvonalúan azt feltételezzük, hogy eltöltöttek 6 órát a hajón, ez azt jelenteni, hogy a Goa'uld haták a fénysebesség legalább 14.600-szorosára képes. Ha viszont annyit töltöttek itt, amennyit láttunk, vagyis egy órát, akkor a 87.600-szorosára. Ez a hajó nem 10-szeres fénysebességgel megy. Mindjárt eléri az úti célt. 3, 2, 1. Amikor átküldik a malpot, Carter megjegyzi, hogy túl sötét van, és át kell váltani infravörösre. Eltűnt a jel? Nem, uram, ezt veszi a gép. Csak túl sötét van. Valójában az aktív kapunak meg kellene világítani a helyiséget. Hey! Amikor Carter összecsukja a zettjét, nincs semmilyen hanghatás. Ugyanezt történik néhány másodperccel később, amikor Tilk tüntet el egy Jaffát. Tilk, miért nem szóltál már előbb, hogy egy hajón vagyunk? Nem voltam benne biztos. Soha nem láttam még ilyen űrhajót. Tilk azt állítja, hogy sosem látott még egy ilyen űrhajót. Apophis első harcosának biztos, hogy látnia kellett hasonlót, amikor mellette szolgált. Amin vagy kapu, vagy hasonló hipersebesség volt. Talán csak megcsalta az emlékezete, hisz közel 100 éves.
Ez egy mozgalmas és meghatározó rész. Az első, amiben egy űrhajó játszódik a sztori. És új fegyvert is kapunk. Hát ezek mik? Zatnikitel. Aha. Rövidítsű Zatnak. Ami az egyik kedvenc kifi fegyverem, annak ellenére, hogy tényleg túl erős, és mellette minden más csak játékszer. Kicsi, lehet vele kábítani, és még el is lehet tüntetni vele a halottakat. Kevésbé hatékony, mint a bot. Aha. Még tárgyakon is használható, így nem is értem, hogy miért nem ezt a fegyvert használja mindenki. A bot fegyver mindenben rosszabb nála, kivéve, hogy azzal meg lehet pörkölni embereket, így tüzet is lehet vele gyújtani. Daniel, nem értem mi ez, ugyanúgy tárcsáztam, mint már vagy milliószor. A kapu szállítása és tárcsázása új utakat nyit meg a sztoriban. A hajó orbitális pályán keringhetett, mikor megérkeztünk. A kiindulási pont kódja nem érvényes. Közeleg történelmünk legsötétebb órájának vége. A hajó belseje nagyon jó, és a díszletesek kreativitását dicséri, hogy elég sok jó teret ki tudtak hozni az amúgy repetitív aranyfalakból. Folyosók és a nagyobb raktárméretű helyiségek elhitették velem, hogy egy hajón vannak, hisz utóbbinál az űrbe is kitekinthetünk. Skara és O'Neill jelenetei, valamint a rész végén a csavar, remek lezárása az évadnak. Úristen! Most jobbak az esélyeink, mint amikor majd ideér az egész sereg. Higgyék el, én láttam. Egy rajtacsapásszerű támadás kell. Rajtaütésszerű, Tilk. Hát ezek mik? Zatnikitel. Aha. Rövidítsű Zatnak. Maguk ketten próbálják meg kitalálni, hogy juthatunk haza. Uram, az egyetlen mód rá, ha megfordítjuk a hajót és visszamegyünk. Majd szólok a pilótának. Tilk, mi ez? Olyan, mint a televízió. Mozi csatorna van? Tákonna! Hé! Hey! Mi az ábra? Megmondaná, hol a WC? Ez az inváziós hadsereg. Hát jó. Akkor van egy kis gondunk. O'Neill, készülj föl a... Készülj föl a lassításra. Köztük.